Jó estét kívánok! Kaposvár ad otthont idén az Országos Színházi Találkozónak. A házigazda, Csiki Gergely Színház pedig izgalmas programokkal, friss lendülettel és meghitt atmoszférával várja a színház művészet iránt érdeklődőket. Erről a rangos eseményről beszélgetünk ma este Fülöp Péter igazgatóval, a Csiki Gergely Színházból. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igazgató úr, ez az esemény kezdetektől fogva már a színházi élet egyik kiemelkedő rendezvénye volt, ugye annó, amikor elindult hosszú évekkel ezelőtt, és aztán volt egy nagyon hosszú kihagyás. Tehát mondhatni, hogy egy jó nagy várakozás előzi meg, hogy miként tér vissza, mennyire újul meg, mit várhatnak majd tőle egyaránt a szakmabeliek, meg másrészt a szakmán kívüliek, hogy ez mekkora terhet rak egy házigazdának a vállára. Komoly kihívást jelentett az elmúlt hónapok munkája. Ugye 2019-ben volt utoljára Pécsett színházi találkozó, és nagyon fontos és hangsúlyos, és mindig kiszoktam emelni, hogy mi nem elloptuk ezt a rendezvényt Pécstől és Pécsről, hanem az a konszenzus született a szakmában, hogy az eredeti célkitűzésekhez és elképzelésekhez visszatérve ez a rendezvény újra egy vándorfesztivállá válik. Tavaly Debrecenben volt egy hát félig meddig fesztivál, mondhatjuk talán így, ahol még egyeztettünk arról a szakma különböző szereplőivel, hogy akkor milyen módon is fussunk neki most már az első új keretek között megrendezendő fesztiválnak, és ez az a megtiszteltetés érte a kaposvári Csiki Gergely Színházat, hogy mint az elsőként megújult vidéki kőszínház lehetünk a házigazdái ennek a rendezvénynek. Egyébként azt is tudjuk már, hogy 2025-ben Szolnok városa és a Szolnoki Szigligeti Színház ad otthont a rendezvénynek. De hogy a kérdésre konkrétan válaszoljak, nyilván egyfelől óriási kihívás, másfelől komoly felelősség, hogy a régi, jól bevált gyakorlatokat és a hagyományokat tisztelve, de mégis egy új köntösbe csomagolva tudjunk egy olyan fesztivált útjára indítani, amely biztosan jövőre és az azt követő évben valamilyen elemében egy picit más lesz, hiszen a szervezőt, a vendéglátó színházat megilleti az a jog a szakma konszenzusa értelmében, hogy a saját arculatára, a saját elképzelései szerint alakítsa. Mondok egy példát. Mi úgy döntöttünk, Mészáros Tibor művészeti igazgató kollégámmal, hogy válogatókat kérünk fel, akik javaslatot tesznek a Szemle programban résztvevő előadásokra, de végső döntés a kaposvári művészeti tanácsé volt. Ha a Szolnoki Szigligeti Színház jövőre úgy dönt, hogy ezt a mozzanatot vagy valamelyik elemét kihagyja, az megilleti ez a lehetőség, ez a, ha úgy tetszik, jog. És akár ő maga is kiválaszthatja az előadásokat. Tehát itt sokkal nagyobb felelősség terheli a vendéglátót, a rendezőszínházat, míg ugye korábban volt egy külön cég, amely szervezte ezt a rendezvénysorozatot. És kiemelt figyelmet szenteltünk annak is, hogy a Szemle program kialakításakor az egyensúlyt fenntartsuk. Mit értek ez alatt? Ugyanúgy részt vesznek fővárosi színházak, kisebb művészszínházak, nagyobb színházak, gondoljunk például a Vix színházra, részt vesznek határon túli társulatok és vidéki kőszínházak. De bár sokan megpróbálták ezt egy picit elvinni, azt gondolom, hogy nem a megfelelő irányba, de a függetleneknek is lehetőséget biztosítunk a megmutatkozásra, nem csak a Szemle programban, itt ugye két előadást kértünk a kritikusok céhétől, hogy javasoljon, hanem a kísérő programokban, az úgynevezett off programokban is számtalan független társulat kap a színházparkban megmutatkozási lehetőséget. Az off programokra még visszatérünk, viszont ha már említette ezeket a színházakat, ugye itt lesz a Nemzeti, a Radnóti, a Katona, hogy csak néhányat említsünk, az Örkény Színház, itt lesznek a Szolnokiak, ugye? Tehát a szakma krémje, mondhatni, hogy látogat ide Kaposvárra. Azért ez ilyen szempontból igazítsa meg a kaposvári színház látogatóknak, hiszen most tulajdonképpen szó szerint házhoz jönnek. Igen, abszolút. A célkitűzésen között szerepelt, hogy egy régiós fesztivált szervezzünk. Nagyon fontos eleme volt a szakmai megállapodásnak, hogy a vidéki városokban körbejárva
szervezzük meg évről évre a szakmában a fesztivált, ugye? Milyennek az izgalma és a fontos szempontja vagy szerepe? A kaposvári néző, vagy a szolnoki néző, vagy a békéscsabai néző hozzá van szokva ahhoz az ízlésvilághoz, ahhoz a repertoárhoz, ahhoz a struktúrához, amit az adott megyei kőszínház, vidéki kőszínház, mint kulturális centrum kínál a nézők számára. Egyáltalán nem biztos, hogy a békéscsabai Jókai Színház zászlóshajó előadása tetszést aratta a kaposvári nézők körében, vagy fordítva. De mi igyekeztünk és igyekszünk, bár ugye a felújítás óta, mióta megnövekedett a látogatói igény és a jegyvásárlások száma ott tart, ahol szeretnénk, hogy tartson. Aztán jött a Covid, az újraindulás, a leállás és a hasonlók. Korlátozottabbak a lehetőségeink, hogy a kőszínházi keretek között meghívjuk a partnerszínházakat. Szerencsés helyzet van, hogy engedje meg ezt a zárójelet nekem, szerkesztő asszony, a kaposvári kulturális palettán, hiszen nem csak a színházat, hanem a művelődési házat és a Szivárvány Kultúrpalotát is mi üzemeltetjük. A Szivárvány Kultúrpalota az a tér, az a színházi tér, ahol befogadó színházként tudunk lehetőséget adni más társulatoknak. De most egy héten keresztül egy tömény kínálatban. Gyakorlatilag, ahogy említette, a magyar és a Kárpát-medence, inkább így fogalmazok, színházi elit itt van Kaposváron. És a kaposvári és a Kaposvár környéki néző nagyon sokféle látásmódot kap, nagyon sokféle előadást tekinthet meg. És ez fontos, hogy összehasonlítási alapja legyen, és aztán hazavíve az élményeket, visszatérve ősszel majd a bérletes előadásainkra, lesz egy olyan képe, egy olyan összehasonlítási alapja, amelyben bízunk benne, hogy végső soron az lesz a tapasztalat, és az lesz az élmény, hogy ő neki azért jó élményei vannak a kaposvári színházban, és összehasonlítva a többiekével büszkén mondhatja azt, hogy ő a kaposvári színház azt kapja, amit vár. Ugye nagyon fontos. Bocsánat, hogyha magánemberként nézi mondjuk ezeket a színházakat vagy előadásokat, akkor melyik az, amelyik igazán elütt a kaposváritól? Mind mondjuk a színészvezetést tekintve, mind a rendezést, tehát aki esetleg egy kicsit meghökkentést kelthet talán benne. Nagyon nehezet kér, én 10 éve nem tudom magánemberként tekinteni az előadásokat, de talán a Thália Színház előadása, a Ványabá egy különleges előadás lesz. Ugye nagyon izgalmas a Víg Színház sirája, hiszen két dolog miatt. Az egyik, hogy nekünk is fut az évadban a sirály, illetve Dávid Dojás Júri, aki rendező, a jövő évadban Kaposváron fog rendezni. Tehát emiatt az összefüggés miatt lehet az talán számomra izgalmas, de valamennyi előadás, ami színpadra kerül a jövő hét folyamán Kaposváron, mind a maga nemében sajátos és egyedi, és ettől is izgalmas ez a kínálat. Akkor, hogy megkönnyítsem a dolgát, ha visszahelyezzük színházigazgatói szerepkörbe, ilyenkor mondjuk, amikor akár a szemledarabokat nézi, vagy akár csak az országot járja, azért figyelted, hogy úgy mondjuk az a rendező az ott nagyot alkotott, vagy az a színész, és akkor jó lenne őket Kaposváron látni? Nagyon szerencsés a munkamegosztás közöttünk Mészáros Tiborral. Én azért igyekszem a művészeti kérdésekbe nem beleszólni, ez a megállapodás közöttünk. Vétójogom van, és természetesen megbeszéljük. Én inkább, hogy mondjam, az értékesíthetőség szemüvegén keresztül vizsgálom az előadásokat, és a nagy vonalakban abban szoktunk megállapodni, hogy természetesen a népszínházi kínálatot figyelembe véve a klasszikus egyetemes és magyar irodalmi életből és színházi darabok közül válaszunk, de elvárás az a részemről, hogy legyen olyan előadás, ami a széles tömegeket képes szórakoztatni. Inkább az én fókuszom ebbe az irányba terelődik. Egyébként ennek ellenére nagyon szeretem az olyan míves kamara előadásokat, ami elgondolkodtat, amik a drámák is, és akár a kortárs magyar előadásokat. De ugye az én feladatom az, hogy
hogy a cég stabil legyen, ha nem is képes nyilván önfenntartó lenni, mert nagyon fontos az állami és az önkormányzati szerepvállalás a költségvetéseinkben, de tudjuk növelni a saját bevételeinket. Ugye nem titok, hiszen a mi gazdálkodásunk kint zajlik a kirakatban, hogy közel a költségvetésünk 30%-a már a saját bevételeinkből finanszírozható. Ehhez kellenek természetesen azok a más színházaktól ellesett sikerdarabok és koprodukciók, amiket az elmúlt években is sokszor alkalmaztunk, és már megvannak azok a következő, nem csak a jövő, hanem az azt követő évadra is, azok a koprodukciós tárgyalás előkészítések, amelyek olyan sikerdarabokat hoznak Kaposvárra, amely nem csak a bérletes, hanem a nem bérletet váltó közönséget is képes szórakoztatni. Azt hiszem, abban ilyen szempontban nincsen vita, hogy a kultúrát mindig meg kell finanszírozni, mindig meg kell támogatni magát a finanszírozását, akár egy közszínház esetében, mert hogy aztán, hogyha a továbbiakra nézzük, akkor a kultúra viszont mindig kifizetődő. De hogyha már értékesítésről beszélünk, akkor is majd visszatérünk a jegyekre, bérletekre, de most ilyen szempontból a színházi találkozó iránt látszik ez a fajta érdeklődés? Tehát megmozdult a kaposvári nem csak színház szerető közönség, hanem mondjuk aki nem bérletes, de esetleg mondjuk ide szívesen ellátogatna. Azt látjuk, illetve a jegyirodától, a kollégáimtól az információ jutott be, vagy folyt be hozzám, hogy nem csak Kaposváról, hanem a környékbeli településekről is komoly érdeklődés van. Nyilván vannak azért ebben a kínálatban olyan előadások, amelyekre kisebb az érdeklődés. Itt például nem akarok kiemelni címet, de a független előadásokat sokkal nehezebb eladni. A kamara előadásaink szinte olyan módon teltházasak, hogy már a lépcsőn párnázva, nyilván a szabályoknak megfelelően is a póthelyeket kiosztottuk, és számítunk arra, hogy még helyszíni jegyvásárlások is lesznek. Ugye nagyon nehéz összehasonlítani, és voltak olyan huhogók, akik ugye föltették a kérdést, hogy van-e még jegy. Egyébként lehet még néhány 4 előadás van, ahol még lehet jegyet kapni. Ugye ugyanebben az időszakban összehasonlítva 2019 előtt a poszton már nem lehetett jegyet kapni, de azért ne felejtsük el, hogy az egy hosszú éveken keresztül ugyanazon a helyszínen megrendezett, bevált és bejáratott fesztivál volt. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi értékesítési adatokkal elégedettek lehetünk, és egyenes háttal tudunk majd a rendezvény után is kiállni, de fontos eleme volt a fesztiválnak, és ha nem rabolom az időt, akkor még engedje meg, hogy ezt elmondjam, hogy a szemleprogram mellett, ami ugye korlátozott 4000 néző számára elérhető, megszólítsuk, és ez az önkormányzati fenntartónk elvárása is volt, a város részeken élőket. Hétfőtől vasárnapig, este 6:30-kor, 7 városrészben ingyenes programokat, off programokat láthatnak a nézők. Nagyon fontos eleme volt a mi célkitűzésünknek az is, hogy a Balaton irányába is nyissunk. Nagy Viktor alakult kikötő vezetőjével megállapodtunk. 3 déli parti szabadtéri helyszínen lesz 3 előadás, ami szintén az off programok része. És a színházparkot pedig, akik követik a színházat és velünk vannak rendszeresen, az ő számukra nem lesz idegen, hiszen tavaly és tavaly előtt is egy nagyszabású pikniket tartottunk az évad lezárásaként. Most ez a piknik hétfőn indul és egészen szombat estig tart, ahol a különböző előadó művészeti társművészeteket bevonva, a komoly zenét, a könnyű zenét, a táncot, a cirkuszművészetet önálló esteket tartva szeretnénk ingyenes programokkal a kaposváriaknak kedveskedni. És van egy nagyon izgalmas utolsó eleme ennek a programsorozatnak, ez pedig a június 20-ai Örkény Színház az Ajtó című előadása, amely 2 dolog miatt különleges. Az egyik, hogy ekkor lesz a diátadónk, a másik, hogy Pogány Judit művésznőnek a 80. születésnapját fogjuk ünnepelni, köszönteni az előadást követően. És ugye nem beszélve arról, hogy ha nem is kimondottan off programokra látogat el az ember, hanem akár csak végig sétál a főutcán. Ugye Pécsnek is a Pécset megtartott színházi találkozóknak az egyik legszebb eleme talán az volt, hogy a kávézó teraszán olyan színész óriások ültek és kávéztak, és lehetett velük akár csak 2 szót váltani. Nyilván ez itt talán Kaposváron is megvalósul. Várnak egy ilyen fajta pezsgést is egyébként majd? Arra számítunk, és úgy alakítottuk ki
a meghívott színházak felé való programajánlatunkat, hogy ki mindenki két éjszakát tölt itt. Tehát mielőtt szerepel, megérkezik előző nap, nyilván a műszakok bontanak, építenek színpadot, díszletet, de azt arra számítunk, és azt várjuk, hogy a színpadra kerülést megelőző este már ide látogatnak a színészek és azok a művészek, akik szerepelnek az előadásokban. Hogy a főutcán mennyire lehet velük találkozni, ezt nehéz megítélni. Lehet a színházpark. De a színházpark azt gondolom a délutáni órákban mindenképpen az eseményeknek a fókusza lesz, és hát napközben azt gondolom, hogy a kaposvári, hogyha turisztikai értelemben nézzük a kaposvári kínálatot, akkor a belvárost, a főutcát bizonyára meg fogják látogatni az ide látogató művészek. Ezeket profitáljuk tehát mi, kaposváriak. Ugyanakkor az országos színházi találkozó egyfajta szakmai találkozó is, azon túl, hogy szemle, különböző eszmecserékre is alkalom nyílik ilyenkor. Mi az, amit, vagy milyen ötletek, vagy milyen tervek fogalmazódhatnak meg ilyen találkozókon? Ja, nagyon izgalmas a kérdés. Ugye minden este a művészbüfében szakmai beszélgetéseket tartunk. Ugye nem ejtettünk szót még a zsűriről, majd hogyha szabad, akkor erre egy picit később kitérnék, de a zsűrinek az egyik kaposvári tagja, Gombos Péter vállalta, hogy vezeti ezeket a szakmai beszélgetéseket, ahova nagy öröm, hogy a visszajelzések alapján rendezők, díszlet és jelmeztervezők is a színházi vezetők mellett ellátogatnak, és ott lehetőség nyílik arra, hogy az adott napi előadásokat értékeljük. Ugye nem olyan régen ért véget a gyerekszínházi fesztiválunk, a Biennale, ott nagyon nagy sikere volt ezeknek a beszélgetéseknek, és itt nyilván a szakma meg tudja vitatni azokat az új elképzeléseket, új gondolatokat, amelyeket egy-egy rendező valamelyik darabba, amely a színpadon látható volt, be tudott csempészni. De konferenciákat is tartunk, ugye ennek a színház épületkorlátozottsága miatt az Agora fog helyszínt biztosítani, csütörtökön egy marketing konferenciát, pénteken pedig a Színház Technikai Szövetséggel együttműködésben a háttérszakmákra, a technikai területre fókuszálva tartunk egy nagy konferenciát. Beszéljünk meg egy kicsit a zsűriről, és aztán az utolsó kérdésemben pedig az új évadra szeretnék még rátérni. A zsűri összeállításakor fontos szempont volt, ezt az elejétől kezdve kommunikáltuk, hogy ne csak szakmai zsűritagok legyenek, hanem kvázi nézői, laikus zsűritagok is legyenek, amely persze csak részben sikerült, hiszen Gombos Péter nehezen nevezhető laikusnak, hiszen a színházpedagógiai programunkban hosszú évek óta együttműködünk vele. A másik kaposvári zsűritagunk pedig Jágerné Katona Zsuzsanna, aki hosszú éveken keresztül volt a kaposvári kultúra meghatározó szereplője, de mégis azért ők valahol nézői szemüvegen keresztül fognak értékelni. Segítségképpen egy értékelő lapot készítettünk számukra. Ugye 5 kategóriában díjazunk a legjobb színészt, a legjobb színésznőt, a legjobb rendezést, a legjobb díszletet és a legjobb jelmezt. És nagyon érdekes és különleges még a fesztiválon, hogy nem üvegből kivágott vagy serleget készítettünk, hanem egy kaposvári származású fiatal képzőművészt kértünk arra fel, aki az utóbbi években nagyon sikeres betonművészként futott be nem csak a hazai, hanem a nemzetközi képzőművészeti életben, hogy a kelléktárból elvitt különleges tárgyakat a betonnal összedolgozva készítse el azokat a díjakat, amelyeket átadunk. Ezeket pont tegnap bontottuk ki, én tegnap előtt vehettem át tőle ezeket a díjakat, és minden egyes díjunk tulajdonképpen egy kortárs művészeti alkotás. A zsűri többi tagja pedig, visszatérve a zsűrire, a szakmából került felkérésre, és így biztosítható az a mi álláspontunk szerint, hogy egy teljesen objektív, egy szempontrendszer mentén kialakult rangsor lesz tulajdonképpen, de ugye figyelünk arra és figyeltünk arra, hogy nem versenyprogramot hirdetünk, hanem szemleprogramot, ahol ezeket amit elmondtam, szereplőket díjazunk. Nem szeretnénk előadásokat összehasonlítani, hiszen a körtét az almával, bár gyümölcs mind a kettő, nehéz összevetni.
Ráadásul ezek művészeti alkotások, tehát így aztán nehéz is összevetni. Most tehát egy hét kemény munka, nyilván némi szórakozással, aztán szusszannak egyet, és utána belevágnak a következő évadba. Itt is nagyjából tartották azt az egyensúlyt, amit korábban említett, szórakoztatni is, meg elgondolkodtatni is. Igyekeztünk, de azért mielőtt belecsapunk a következő évadba, még egy jó néhány balatonparti szabadtéri helyszínen láthatnak minket a kedves nézők, és aztán augusztus 21-ével elindítjuk a következő évadot. Két külföldi rendező látogat hozzánk, mint ahogy már említettem, Dávid Dojásvili. Érkezik egy nagyon komoly és híres spanyol rendező, Ignacio García, aki egy igazi spanyol darabot, nagy kosztümös előadást fog a színpadra állítani. Mészáros Tibor rendez egy könnyed Rékuni vígjátékot, de láthatják Vérces László rendezését is, amely már most is próbál, Udvaros Dorottya főszereplésével. Száll a kakukkfészkére című előadásunk lesz látható, két nagyszínpadi gyerekdarab, mint amit már megszokhattak tőlünk, és hát visszük tovább, mint ahogy az elmúlt években is most már mondhatom, hogy szinte kötelező, hogy nem csak úgy hozzuk létre az előadásokat, hogy az egy évadot legyen látható a színpadon, hanem visszük tovább a sikerdarabjainkat, a Meseautót, a Riviera vadorzóit, a nagy operettünket, a Csókosasszonyt. Köszönöm szépen, hogy itt volt, sikeres rendezvényt kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig, hogy minél gyakrabban sétáljanak a színház felé, akár az országos színházi találkozó keretében, aztán az új évadon. Viszontlátásra!